A stúdióban Harrach Pétert, a KDNP frakció vezetőjét. Jó estét kívánok! Kedves. Tehát jogszabálymódosításokat kezdeményez a pártja a fogyasztóvédelmi szervezetekkel együttműködve az ügyfélellenes magatartás visszaszorítására. Erről tartott majd sajtótájékoztatót sok minden más mellett. Ez egyértelműen jogszabályszigorításokat jelent majd? Hát nem csupán törvény, hanem különböző rendeletek, vagy a hatóságok, bankok, végrehajtók, szolgáltatók gyakorlatának a megváltoztatását jelenti. Ha abból indulok ki, hogy beleillik ez a családok helyzetének és állapotának javításába, amit a KDNP már kitűzött célként és elkezdett megvalósítani, akkor azt kell mondanom, hogy vannak családok, akik részben az adósságuk miatt, részben akár családi helyzetváltozás miatt egy-két hónapot nem tudnak fizetni, és utána valamiképpen pótolják. Ilyenkor jelentkezik az említett intézmények és cégeknek az a sajátos magatartása, ami a nehéz helyzetbe szorult embereket még nehezebb helyzetbe juttatja. Ezen kellene változtatni. Mikre gondol pontosan? Tehát mit szeretnének kiküszöbölni? Hogyha mondjuk valaki egy hiteltörlesztésre csúszik egy-két hónapot, akkor nem tudom, hogy olyan kamatokat szabnak ki rájuk? Vagy mégis... Hát talán a legsúlyosabbak a végrehajtások, hiszen elkezdődik 1-200 000 forinttal és millió fölé megy végül, és az a mód, ahogy ezt végzik, de mondok egy példát, ami a legegyszerűbb, és legtöbbször a bankok esetében fordul elő. Valaki valamilyen ok miatt mondjuk január, február, márciusban nem tudott törleszteni, és márciusban összeszedi magát, és két hónapot befizett. Ő azt hiszi, hogy a január-februárt fizette be, aztán egyszer csak kap egy levelet, és azt mondják, hogy 3 hónapos lemaradása van, mert ön februárt és márciust fizetett, de a januárt nem. Egyszerűen jó szándék kérdése, ilyen apróságokról is szó van, de természetesen súlyosabb dolgokról is. De azért a fogyasztói tudatosság növelésére is szükség lenne, nem? Tehát, hogy ez az éremnek mindig két oldala van. Kultúra kérdése, és a kultúrának mindkét oldalon vannak hiányosságai. A mi dolgunk az, hogy az embereket megvédjük, segítsük azokat, akik nehéz helyzetben vannak, hogy ne üssenek még nagyobbat rajtuk. Hogyha már a családok eladósodásáról beszélt, akkor azt is tudjuk, hogy tegnap egyeztettek a családi csődvédelemről szóló törvényjavaslatról a közigazgatási tárcánál. Egyrészt mire jutottak? Azt tudjuk, hogy ez a KDNP-nek már nagyon régóta fontos, 2009-ben is szerette volna bevezetni, akkor nemet mondott rá az akkori kormány. Szóval most mire jutottak ezen az egyeztetésen? Előrelépés történt, és döntés abban, hogy ebben az évben már benyújtjuk ezt a törvényjavaslatot, és reményeink szerint a jövő év januárjától már érvényes is lesz. Ugye Bagdi Gábor, az önök országgyűlési képviselője mondta azt, hogy még nyáron, júliusban valamikor, hogy a nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy egy ilyen intézményi háttér kidolgozása akár 5-10 évet is igénybe vehet. Nálunk ez menne gyorsabban? Hát nézze, egy szerencsés nyugati országban, ahol a demokrácia folyamatos megszakítás nélküli intézményként működött, ott talán alaposabban kell ezeket a kérdéseket megfontolni, idejük is van rá. Nekünk nincs időnk, hiszen a helyzet olyan, ami sürget. Most vannak nehéz helyzetben a családok, most kell segíteni rajtuk. Azért ez az egyéves előkészítés is alapos és sok szempontú lesz. Egy-két dolgot a részletekről meg lehetne tudni? Tehát, hogy konkrétan kiknek jelenthetne segítséget ez az intézmény? Ha valaki olyan anyagi helyzetben van, hogy ő maga nem képes, de az adottságok lehetővé teszik, és különösen az intézményekkel, pénzintézetekkel való kapcsolattartás nem megy annak a családnak, akkor egy csődgondnok segítségével ezt meg lehet valósítani. Ebben benne van az együttműködés során néhány év után esetleg elengedése az adósság hátralevő részének, benne van átütemezés, és benne van egy jó gazdálkodás lehetősége, amire nem mindenki képes. Tehát egy segítségadásról van szó, pénzintézet,
maga az állam éppen a csődbiztossal, de azért az érintettnek a részvétele is szükséges. Most azon gondolkodom, adósságelengedés, hogyha ezek pénzintézetek felé állnak fenn, akkor most vajon a pénzintézetek, ezek a bankok, akiket ugye most a kormány sújt mindenféle külön adókkal, mennyire lesznek viszont hajlandók akár erre, hogy elengedjenek bármiféle adósságot? Furcsa hangzik, de érdeke a pénzintézetnek is, hiszen ha nem jön létre ez a segítség, akkor az az adós nem fog fizetni. Tehát jobb neki egy csökkentett törlesztést behajtani vagy megkapni, mint egy bedugult és már nem fizető adóssal szemben állni. Végezetül, hogy ha már családokról van szó, azt tudjuk, hogy tavaly decemberben az Alkotmánybíróság megsemmisítette a családjogi törvény több részét, például a család fogalmát is. Ez ellen, a döntés ellen volt egy kisebb tüntetés is. Nyilván itt most módosítani kell ezt a család fogalmat. Ez hogyan fog módosulni előre láthatóan? Hadd kezdjem azzal, két megjegyzésem van. Egyrészt az Alkotmánybíróság döntését tudomásul vesszük. Az Alkotmánybíróság egy olyan szerv, amely a jogállamiságnak az őrzője. De nem jelenti ez azt, nem jelenti azt, hogy el is úgy elfogadjuk, hogy egyetértünk. Másrészt viszont ki kell mondanunk azt, hogy az a törvény, amely a családok fogalmát megfogalmazta, az nem egy önkényes megfogalmazás volt, hiszen a család, mint ahogy a törvény első mondata is mondja, létezett már az állam és a jogrendszer előtt is. Nem mi találtuk ki. Úgy érzem, és ez a lényeg annak a definíciónak, hogy a gyermek-szülő kapcsolat az, ami leginkább létrehozza a családot. Tehát valamilyen módon, mert ugye az Alkotmánybíróság azt kifogásolta, hogy szerintük ugye az élettársi kapcsolat is ugyanazt a védelmet illeti meg, ez valamilyen módon akkor belefoglaltatik majd? Azt mondta az Alkotmánybíróság, hogy túl szűkre szabtuk a család fogalmát. Kezdjük talán a szélén. Az egyneműek kapcsolata, nem tudom, hogy milyen okból veendő bele a családba, hiszen család fogalmába, mert nem minden fajta emberi kapcsolat hoz létre családot. A igazi vita a különneműek élettársi kapcsolata és a házasság közötti különbségről van. Én úgy érzem, hogy ha valaki elkötelezi magát a másik mellett, és a gyermekvállalás szándéka is benne van, ezt házasságnak nevezzük, az élettársi kapcsolatoknál nagyon nehéz meghúzni a határt. Egy havi világos kapcsolat. Bocsásson meg, hogy közbevágok csak az idő rövidsége miatt, tehát ez teljesen világos az önök álláspontja számomra, de az is világos, hogy erre mondott valamit az Alkotmánybíróság, tehát ezen a törvény szövegen, ezen a részen, ezen a definíción változtatni kell. Meg fogjuk keresni a megoldást. Mi természetesen a természettörvény alapján állunk, és úgy érezzük, hogy a társadalmi következményeit és nem csupán egy steril jogi szempontot kell ilyenkor nézni. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.